Üdvözlöm a kedves hallgatókat a régi vitézeknek immáron 20. adásán. A stúdióban van Mestelér János. Szervusztok. Tavasz Ferenc. Szervusztok. Meghívott vendégeink Sudár Balázs. Szervusztok. És pusás meg, elfelejtettem, Petkes Zsolt. Köszi. Szép estét mindenkinek. Igen, és Petkes Zsolt, illetve én, Bányai Ádám. Hát ez jó kezdés. Miért is régi vitézeknek? A Szent Háromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istene. De hozzád kiáltok, ki katonád vagyok, vigy kérlek vitézségre. Ezért! Mai témánk pedig kicsit a hagyományőrzésről szeretnénk beszélni itt az akadémiai tagokkal, illetve a régi zenéről, mert arról még nem beszélhettünk, és ebben Sudár Balázs kiváló kollégánk lesz. Kezdjük is akkor. Ti azért elég gyakran jártok, vagy illetve megfordultatok már ilyen nagyobb hagyományőrző rendezvényeken is, például Szavárián, nem tudom, hol voltatok még, én téged Balázs láttalak még Egerben is, különböző ilyen megmozdulásokon. Első kérdésem az lenne, hogy ti legtöbbször mit csináltok ilyenkor? Mikkel foglalkoztok, vagy miként léptek ott föl? Hát nekem a hagyományőrző rendezvény az alapvetően hagyományőrzést jelent. Tehát én a stábhoz szoktam tartozni. Sőt, most már igazándiból abban örömben van részem, hogy az összes gyerekemmel együtt. Tehát, hogy most már klánként vonulunk le, és akkor mindenki szépen be van öltözve. Én ezt igazándiból még nagyon régen, amikor a hagyományőrzés így meg se volt fogalmazva, kezdtem el. Életmódtáborok voltak még a 80-as években. És mi akkor egy kézműves csapattal reneszánsz táborokba jártunk, meg honfoglaló táborunk is volt, mindenféle. Úgyhogy nekem ez akkor alakult ki, hogy én ezt szeretem csinálni. Aztán hát ez így folytatódott különböző helyeken. És hát igen, most van egy másik arc, a Szavária, az már egy másik helyzet, ahol meg voltak éppen egyfajta ilyen tanácsadóként, vagy konzulensként hívtak meg minket, hogy beszélgessünk a alapvetően honfoglaló hagyományőrző csapatokkal, hogy most akkor mit is és hogyan is kellene csinálni szerintünk. Korábban egyébként ilyesmi kezdeményezés már volt a Harcosok Hölgyében a Balaton mellett, hogyha jól tudom, csak ha jól emlékszem, akkor nem tudtatok eljönni, vagy valami közbe jött. Mi a kérdés? Kicsim kérdés? Nem mentek el, igen. Nem mentek el. Első akkor az lenne, hogy én láttalak titeket a Szavárián még 2 évvel ezelőtt, én is ott voltam, mint hagyományőrző, és ott ugye a történelem hát elég nagy intervallumát lefedő hagyományőrző csapatok ott voltak, és ti ott is az összes bemutató után egyfajta ilyen kis kritikát, vagy egyfajta zsűri szerepet töltöttetek ott be, és ami érdekes volt számomra, hogy azért ott, tehát igazából szerintem teljesen hitelesen beszéltetek a hagyományőrzésről, már csak azért is, mert ami rossz volt, annak azért, vagyis akkor felemeltétek a hangotokat, illetve úgymond megszóltátok azért a csapatokat. Milyen élmény volt ez, illetve milyenek voltak a reakciók a hagyományőrzőktől? Hát első lépésben pocsék élmény volt. Egyrészt azért, mert másokat szidni nyilvánosan, az nem olyan jó dolog, én nem szeretem ezt csinálni. Nem is volt világos, hogy mit kell csinálnunk igazándiból, tehát egyszer csak mondták, hogy na akkor most pattanjunk ki és mondjuk, és akkor jó. És azért az nem egy egyszerű szituáció, ezt nem szeretem így csinálni igazándiból, és szerencsére az idén már sokkal jobban volt ez kitalálva, mert arról szólt a dolog, hogy nem nyilvánosan, hanem gyakorlatilag személyes beszélgetések révén próbáltunk valamit mozdítani a dolgon. Tehát ennyiben ez nem volt szerencsés. Hát a másik fele meg az, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben nem, tehát dacára annak, hogy kellemetlen, de nem lehet szépíteni a dolgokat. Tehát, hogy egyszer valami nem jó, akkor nem jó. Tehát akkor nem mondjuk azt, hogy jó. Illetve valójában nem is az a fő probléma, én szerintem, hogy valakinek nem jó a felszerelése,
Mert olyan van, ennek számos oka lehet, hogy miért nem jó az embernek a felszerelése, nekem se volt sokáig csizmám, kellemetlen volt, ez van. Hanem mondjuk nem léptem fel vele. Hanem azt, hogy interpretálja. Tehát, hogy most azt mondja, hogy így nézett ki egy honfoglaló harcos, pedig marhára nem úgy nézett ki, az bukta. Vagy azt mondja, hogy én szeretek honfoglalót játszani, és nekem így megy. És akkor rendben van, mert akkor ez egy teljesen másik kategória valójában. És ebben hát nagyon el voltak csúszva azok a csapatok. Aztán valójában ebből egy ilyen egészen érdekes dolog fejlődött ki, mert nem szerettek minket azért, amit mondtunk, nyilvánvalóan. De utána ebből valójában a kapcsolatok épültek föl. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy ez a lényeg a dolognak, hogy pozitív folyamatok indultak el. Szóval egy nagyon érdekes szituációt hozott számunkra. Egyrészt én másképp állok ez a történethez, mint a Balázs, mert számomra a hagyományőrzésnek a valójában egy kifutás számomra a hagyományőrzés. Én régészként úgy állok hozzá, mindig is úgy álltam hozzá, hogy a régészetnek megvan a szolgáltató szerepe, megpróbál adatokat adni, adatokhoz juttatni olyan embereket, akik érdeklődnek ez iránt. A hagyományőrző csoportok pedig az érdeklődő csoportok, és az a kérdés, hogy mennyire tudják beépíteni ezeket az adatokat. Ehhez két ember kell, ugye kell a maga közlő fél, a régészet és maga a történettudományi résznek is megvannak a problémái természetesen, ezt próbáljuk átidalni, amennyire csak lehet, és van a befogadó fél. Itt pedig hirtelen az mindkét fél találkozott egymással. Nekem mázlim volt, a Józsarú-Rózsarú leosztást csináltuk a Balázssal, én voltam a Józsarú, tehát Balázs csöppent bele a nehezebb szituációba, és ebből kialakult egy konfliktus helyzet. Én úgy gondolom, hogy ez a konfliktus helyzet egy viszonylag nehéz szituációval alakult ki, mi se tudtuk, hogy mit kell pontosan csinálnunk, és valójában tényleg arról van szó, hogy kritikát megfogalmazni, pláne olyan emberekkel szemben, akik nem biztos, hogy azért... Hogy fogalmazzam meg, hogy semmilyen szinten ne legyen rossz a dolog? Az a lényeg, hogy ezek az emberek jó szándékból, teljes lelkesedéssel csinálnak valamit, ami nem feltétlenül azt az eredményt hozza, amit mondjuk tudományosan elvárható. És ezzel szemben kritikát megfogalmazni nem biztos, hogy jó, mert semmiképpen nem a szándékot akarom meg kritizálni, hanem az, ami a végén mi tisztán láttunk, az tudományos szempontból úgy nem felelt meg az esetek egy igen jelentős részében, és ebből kialakult egy konfliktus helyzet, ami szerencsére azt mondhatom, hogy happy end-el zárult mindkét fél részéről, és egy nagyon-nagyon, én abszolút úgy érzem, hogy egy nagyon jó kapcsolat alakult ki ebből, mert természetesen a kritika fájt, én azt gondolom, annak a félnek, aki kapta. Viszont azt látom, hogy ez a kritika indított egy olyan fejlődést, például egy konkrét csapatról beszélünk most, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, egy nagyon jó irányba vették a fejlődést. Egy olyan irányba, ami szerintem az én irányomból a hagyományőrzésnek az egyik legfontosabb dolga, tehát ha megjelenítünk egy korszakot, azt próbáljuk meg lehetőség szerint hitelesen megjeleníteni. Természetesen különböző hagyományőrző csoportok vannak, különböző szinten, jobbak, kevésbé jobbak, és egészen profik is. Ez egy út, amit végig kell járni, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a kritika, amit a Balázs anno ott megfogalmazott, egy csoportot olyan irányba indított el, ami szerintem egy nagyon-nagyon pozitív irány, és én úgy érzem, hogy ez két éve volt, és a tavalyi évben ismét találkoztunk velük, hogy ők is ezt most már pozitívan élik meg. És ez nagyon fontos, és örülök, hogy ők is pozitívan élték meg, nekünk is az. Én úgy gondolom, ez egy találkozás, ami egy konfliktusban indult, de én úgy gondolom, hogy talán jól végződött. Igen, ezt a korábbi adások kapcsán is beszéltük, hogy a kritika az általában a fejlődést fogja jobb esetekben előidézni. Amit még kérdezni szerettem volna, hogy mondtad, hogy ez a tudós réteg átadta a tudását tulajdonképpen a hagyományőrző rétegnek, tehát ez volt a végeredménye, kifutás. És hogy ez fordítva, ez működött valaha? Tehát, hogy volt olyan, amikor a hagyományőrző szubkultúra adott valamilyen tudást ennek a tudós rétegnek? Hát persze. Csak ezt a tudomány elég nehezen hajlandó elfogadni egy csomó esetben. Az a helyzet, hogy alapvetően tárgykultúráról beszélünk egy csomó esetben. Vagy legalábbis nyilván a hagyományőrzésnek több rétege van, ugye van a tárgyi rétege, és aztán van az életmód rétege. A tárgyi réteg, ami könnyebben megfogható, ugye a régész megtalálja a tárgyat, azt a lehető legpontosabban föl tudja göngyölíteni, mindenféle dolgokat tud róla.
de nem használja. És a használat az meg egy olyan információ magáról a tárgyról, ami nélkül meg egy csomó mindent nem lehet megérteni. És amikor én azt gondolom, hogy valójában az a jó, amikor a két fél találkozik, sőt inkább három, mert nyilván van a régész, aki ezt megtanálja, van a kézműves, aki újraalkotja, nyilván a lehető legszigorúbb szempontok szerint ez nagyon fontos, tehát az nem kiskapuzunk, nem teszünk bele kis engedékenységeket, hogy jobb legyen, hogy egyszerűbb legyen, és van a hagyományőrző, aki kipróbálja. És ha ez a három ember, vagy három csoport tényleg együtt tud dolgozni, ami nem egymás csesztetésére irányul, hanem tényleg arra, hogy előre felemenjünk, akkor abból nagyon jó dolgok ki tudnak jönni. Ez egy csomó helyen kiderült most már számomra. Vannak ilyen nagyon jó kezdeményezések. Én a magam részéről a Magyar Történelmi Ijász Társaságban vagyok benne, ami szerintem egy remek példa erre, hogy valójában, ha összegyűlik 15-20 ember, akinek teljesen különbözőféle képzettségei, tehetségei, érzékenységei vannak, ezek összeöntik a dolgaikat, és ez találkozik a tudománnyal is, tehát van egy abszolút tudományos igényes a dolognak, akkor mondjuk a magyar íjászat megismerése 5 év alatt mennyit változott. Egyszerűen össze nem lehet hasonlítani az 5 évvel ezelőtti állapotot arról, amit most tudunk. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy egy honfoglaló tegez, hogy működik, meg hogy mély három karika van a sírban a tegez mellett, arról mindenki össze-vissza beszélt valójában. Most meg azért van rá egy nagyon-nagyon használható megoldás, ami gyakorlatban is rommá van tesztelve tulajdonképpen. Tehát, hogy lehet, hogy nem pont így volt, de hogy ez egy biztosan működő megoldás, az megvan. De ehhez kellett az, hogy rengeteg ember rengeteg energiát beletett abba, hogy kipróbálja. Én azt gondolom, hogy a kutató az rengeteg energiát beletesz abba, hogy a tárgy meglegyen, és hogy a tárgy ismert legyen. Ha ezt ő nem csinálja meg, akkor el van vágva a folyamat. A kézművesek, meg a hagyományőrzők, meg viszont rengeteg munkaórát beletesznek valójában abba, hogy ezek a tárgyak jó minőségben legyenek, újraalkotva, és utána ezek nagyon ki legyenek próbálva. Tehát, hogy honnan is tudhatná egy kutató azt, hogy mi az, amikor 2-3-400 óra lovaglás után mond valamit az ember egy tárgyról, hogy az hogy működik lovon mondjuk. Ugye? Ezek funkciók a múlt megismerésének különböző funkciói, és ezt szerintem ez egy együttműködés, ami így normális valójában, és ezt tök jó meg lehet csinálni, egy csomó helyen ez remekül működik. Nálunk is jól működik egyébként szerintem a római hagyományőrzőknél ez tökre megvan, vagy a huszároknál. Csak a honfoglalás ilyen szerencsétlen párja igazándiból, ahol van egy ilyen bazi nagy szakadék. És egyébként meg nincs, tehát hogy azok a hagyományőrző csoportok, akik nyitni akartak a tudomány fele, és elbalaktak egy múzeumba, és azt mondták, hogy szeretnék megnézni, hát én még nem hallottam nagyon olyat, hogy kivágták volna őket. Szóval, hogy igazándiból csak fel kell venni a párbeszéd fonalát, és akkor csodák történnek. És az a helyzet, hogy fordítsuk meg a dolgot, hogy a tudománynak meg a legjobb reklámja tulajdonképpen a hagyományőrzés. Tehát gondoljunk abba bele, hogy kiteszek egy félig elrozsdásodott nyílhegyet egy fotóra, akkor az egy félig elrozsdásodott nyílhegy, ahhoz azért erősen elhivatottnak kell lenni, hogy attól valaki izgalomba jöjjön. De ha kiteszem ugyanazt a nyílhegyet teljesen hitelesen újrakovácsolva, a vesszővel mindennel együtt feltollazva, az már más. Az sokkal befogadhatóbb, sokkal több embernek. És egyébként az egykor volt valóságot jobban ki is fejezi, tehát szóval, hogy ezek egymásra utaltságok, én szerintem ezt a rendszert kéne minél jobban felépíteni, minél több embert belevonni, minél több embernek kísérleteznie vele. Az előbb beszéltünk a Weininger Péterről, aki ugyanezt megcsinálja a kerámiában, és azt mondja, hogy nagyon frankó, de halvány gőzöm nincs az egész mai kerámikus tudásommal sem, hogy lehet ilyen színű kerámiát előállítani, nem tudom, hogy csinálták. Vagy a Thiele Ádámnak a kovácsolós dolgai, tehát ezek mind olyan tudások, és ezek nagyon komoly tudások, tehát ez az, ami, tehát ez, én azt gondolom, hogy az igazi elit hagyományőrzés nem, legkevésbé sem szórakozás, tehát persze mindenki azért csinálja, mert szereti, a tudósok is azért csinálják egyébként egy csomószor, mert szeretik, amit csinálnak, de hogy hát ez egy ugyanolyan elhivatottság, ez egy ugyanolyan kőkemény munka, és egy ugyanolyan fegyelmezett munka, mint a tudósi munka, csak egy másik vetületét fogja meg ugyanannak.
És ami szerintem még nagyon fontos, és ezt azért érdemes kimondani, hogy mindezek a csoportok ugyanannak a múltnak a megismerésén dolgoznak, csak más eszközökkel. Akkor meg teljesen egy pajzsfalban állunk, szóval, hogy akkor igazándiból szerintem ebben még rengeteg lehetőség van. A papír nagyon sok mindent elbír, és ez alapvetően történelemtudománynak mindig is egy problémája volt, hogy bár sok esetben kiváló kutatókról beszélünk, aki történelemtudósként tényleg, vagy történészként, vagy régészként tényleg kiváló volt, azonban gyakorlati érzékkel nem biztos, hogy meg volt áldva. Ezért én azt gondolom, hogy vannak olyan kutatási területek jelen pillanatban a magyar régészetben, amik teljesen egyértelműen abban az irányba mutatnak, hogy kettős, hármas, négyes összefogás kell ahhoz, hogy valamit megismerjünk, és ez abszolút a jövő. A korábbi adásban ugye beszéltünk az elefántcsontoronyról, na itt van a kilépés az elefántcsontoronyból, az egyik kilépési pont. Igenis tudomásul kell venni, tudnak hozzátenni a mai magyar régészeti kutatáshoz olyan emberek is plusz információkat, akiknek nem feltétlenül van régész diplomájuk. Egyszerűen olyan gyakorlati tudást tudnak mögé rakni, ami korábban nem volt meg. Például nemrég kaptunk egy felkérést, hogy például konkrétan fegyvereknek a hatásmechanizmusát kéne tesztelni. Magát a fegyvereket, azok hatásmechanizmusát, és akár is nézzük, ez rögtön onnan indul, hogy akkor kell egy régész, kell majd kiváló kézműves, aki valóban olyan fegyvereket állít el, amilyenek voltak, kellnek majd hagyományőrzők, akik imádják egymást sépelni, és például érdemes lenne még antropológust is bevonni ebbe a történetbe. Tehát nagyon-nagyon sok irányú a fejlődés, és már is azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy modern kutatás valódi eredményekkel záruljon, minél több, mondjuk úgy, hogy tudományterületet be kell vonni. Hogy lássuk minél több szempontból ugyanazt az eredményt, hogy mit is hoz ki, és akkor talán egy fokkal közelebb kerülünk a valóság megismeréséhez. Itt felmerült meg a hagyományőrzés, beszéltünk a rendezvényekről. Ezen a vonalon tovább haladva tényleg azt látjuk azt, hogy manapság Európában egyre nagyobb jelentősége van ezeknek a hagyományozó rendezvények, egyre nagyobb tömegrendezvényekről beszélhetünk. És nem csak Európában, hanem Magyarországon is. Ugye említettük itt a legnagyobb közül, ott van a Szavária, vagy Visegrád, vagy a Kurultájt említhetném, ami például az idei Kurultájnak a legenyhébb becslések szerint 180 ezer, a legtúlzóbbak szerint pedig 250 ezer látogatója volt. Azért ezek a számok tényleg nagyok. Azt hiszem, statisztikák szerint a Sziget után a második legnagyobb hazai fesztivál, legtöbb embert vonzó fesztivál, az egy gyakorlatilag hagyományozó tematikával is rendelkező rendezvény. Magáról a Kurultájról nektek mi a véleményetek, meglátásaitok? Nagyon sok mindent lehet róla mondani, ti hogy álltok hozzá? A legegyszerűbb, hogyha azzal kezdjük, hogy nem voltunk a Kurultájon. Máshol viszont igen, tehát azért Nyílzáporon igen, meg azért egy jó pár helyen sikerült megfordulni. Így aztán azt, hogy milyen a Kurultáj, azt nem tudom értelemszerűen, arról nekem nem kéne beszélni ebben az esetben. Ami lejön róla mondjuk a sajtóban, vagy különböző helyeken, az alapján én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy hagyományőrző rendezvény az mindig egy társadalmi politikai térben jelenik meg, a Kurultájra ez aztán meg különösen igaz. Az rányomja a bélyegét sok mindenre kapásból. Azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha van egy Szigetfesztivál, azoknak az embereknek, akik ilyet szeretnek, akkor miért ne lehetne egy Kurultáj olyan embereknek, akik olyat szeretnek. Az például, hogy x darab török néptől, vagy sztyeppei néptől jönnek hagyományőrző csoportok, még akkor is, ha tudjuk, hogy az mondjuk a mi mércénk szerint esetleg nem ott van, ahol kéne, vagy eljönnek zenészek, és játsszák ezeknek a népeknek a zenét, hol találkozunk ilyennel máshol Magyarországon? Valójában nem tehát nem. Tehát ez egy nagyon fontos funkció szerintem. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a Kurultáj egy abszolút jó dolog. Az nyilván fontos volna, hogy a minőség az fölfele menjen. Hát reméljük, hogy abban az irányba fog elmozdulni. Pont a honfogás az ilyen szempont, hogy a honfogáskor az ilyen szempont egy nagyon nehéz terület, mert elképesztően sok fantáziatermék van a piacon, meg elég komoly igénytelenség is mutatkozik a ilyen típusú hagyományőrzők körében.
talán egyébként azért, mert szerintem honfoglaló hagyományőrzőből annyi van, mint égen a csillag. Tehát mondjuk római koros picit kevesebb van, vagy mondjuk anzsú koros. De tök jó érzés kimenni hétvégénként jászkodni, és akkor aztán már mi honfoglaló hagyományőrzők vagyunk. Tehát valahogy valójában a komolysága egy picit így megvan csúszva a dolognak, meg vannak eléggé komoly fantázia irányzatok, tehát azt tudjuk. Ezzel mind semmi baj nincsen szerintem, csak mindent a nevén kell nevezni. Amit az előbb is mondtam, hogy semmi akadály annak, hogy valaki fürdőköntösben műanyag íjjal lövöldözzön, mert ő ezt szereti, és ettől jól érzi magát, érezze jól magát, ez nagyon jó, és én mondjuk nagyon nem szeretem Kertai Zalán rajzait, de ha választani kell egy Mickey Mouse-os póló meg egy Kertai Zalán között, akkor azért nem kételkedem benne, hogy melyiket választom. Tehát, hogy... nem. Tehát... Én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon fontos szerepe, egy nagyon nagy lehetőség van benne, meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Egyébként pont az idei év volt a Kurultájban az, amikor én úgy éreztem, hogy egy nagy vízválasztóhoz érkezett maga a rendezvény, mert mint a vásáros részlegen sétálva, mint volt annak egy sorozata, ahol az előadások előadósátor után jöttek a kiállítósátrak, és a kiállítósátrak után még más kiállítósátrak, nem ez gyúrt a rekonstrukció, és így tovább. Tehát ott már úgy éreztem, hogy végig tud menni valaki úgy, hogy nem csak azt a hát szittyaságot, pejoratív szittyaságot, nem egy pozitív szittyaság is, pejoratív szittyaságot látja, amit mondjuk előző években nagyon sokszor jelentkezett. És nagyon remélem, hogy ez a vonal így folytatódni fog. De például voltak ilyen törekvések a szervezők részéről már korábban is, hogy megpróbálták kitiltani azokat a könyveket a standokról, amik, tehát a Pál Zoltánféle Arviszura szintű történeteket, a Sirius csillagharcos dolgokat, és amiért nagyon komoly támadások is érték őket, hogy hát mi az, hogy ezeket a remek műveket nem engedik be. És évről évre érzem ezt a fajta törekvés meg előrelépést minőségben. Nem tudom, erről ti... Mondjuk most Ablonci Balázsnak a könyve kapcsán, mert turanizmussal foglalkozik, ott is egyébként egy szerintem az a másfél oldal, amit a Kurultáj említett, az egy pont ezt írja le, hogy a 2016-os már egy ilyen ízválasztó volt. Ezt ti hogy látjátok? Hát a programok alapján egyértelmű, és én is úgy gondolom, hogy ez egy vízválasztó lesz, ki fog derülni, hogy ez működik, vagy nem működik. Tehát, hogy magyarán hány ember fog amiatt elfordulni, hogy nincs Arvis úra. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem a honfoglaló hagyományőrzőknek egy jelentős része az valójában nem a tényleges múlt után érdeklődik. És akkor innentől kezdve nagyon érdekes a dolog, tehát, és akkor dobjunk be egy másik kérdést, a Lovasi Jászt, a Kassainak a filmjét, Kassai Lajosnak a filmjét. Én nagyra becsülöm Kassai Lajost, teljesen egyértelműen, tehát amit ő letett azért, hogy mondjuk a Lovasi Jászat az Magyarországon, meg úgy egyáltalán a világból létező dolog legyen, az egy hihetetlen nagy dolog. És ilyen szempontból tök érdekes volt végignézni a filmet, hogy ő mit gondol erről, miket, hogyan, mint. És akkor van benne az ominózus Obrusánszky-Bori-féle negyedórás betét, amelyben meghalljuk a Frankót, hogy hülye az akadémiát, az összes slágvortot megkapjuk, amit szokás, ami engem nem zavar önmagában, hogy lehülyezik az akadémiát, megszoktam már. Tehát, hogy nem ez volt a probléma benne. Én azt ott túléltem, és akkor utána a Lajos vitte tovább a dolgot. És rendben is volt. A borzasztó az, hogy egy idő után kiderült számomra, hogy a film nézői közül rengetegen azért a negyed óráért mennek. Tehát, hogy az a film szerintem remek volt, mert megmutatott egy igazi magyar példát, amikor a magyarság teljesen pozitívan jelenik meg a világban, egy valódi teljesítmény miatt leszünk mi világhírűek meg élvonalbeliek. Tényleg, tehát ez egy abszolút egyértelmű dolog.
És akkor a közepén van egy ilyen enyhén szóval vitatható valami, és a úgy tűnik, hogy számosan nem az értékre harapnak, hanem a nem értékre. És ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés ebből a szempontból, hogy valójában a honfoglaló hagyományőrzés, mint összefoglaló fogalom, az tulajdonképpen milyenféle indítatásokat, milyenféle szándékokat fog össze. Nyilván én azt gondolom az egész hagyományőrzésről is, hogy ez egy nagyon sokarcú dolog. Tehát persze én egy elitista hagyományőrző vagyok nyilván, mert a tudományosság irányából is közelítek a dologhoz, meg egyáltalán ez érdekel, tehát ez az én bolondériám nyilván, meg néhány, jó néhány emberé másoké is, de teljesen el tudom fogadni, hogy tényleg van, akinek ez gyakorlatilag ugyanolyan, mint a horgászat. Tehát, hogy kimegyünk a természetbe, tüzet rakunk, jól érezzük magunkat, néha lövöldözünk egy kicsit, be tudunk költözni maskarába, ugye az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kilépünk a hétköznapi világból egy kicsit más. Szóval, hogy rengeteg funkciója lehet ennek a hagyományőrzésnek, rengeteg ember, rengeteg különféle szándékkal kerül ebbe bele, ennek a jelentős része szerintem teljesen pozitív szándék. Nem kell azt mondani, hogy ilyenek voltak a honfoglaló magyarok, tehát ennyi. Tehát nem kéne azt gondolni, hogy a barantások bemutatták, hogy hogyan lőttek mondjuk így a magyarok, mert hát az nem az, de tök ügyesek a gyerekek, dolgozzanak, játszanak, gyakoroljanak, az is valami. Tehát, hogy ez a része megvan, de megvan az a része, amit egyébként meg vádként kapunk meg szerintem nagyon sokszor, nem tudom, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy mondjuk ez kőkeményen összefügg politikai eszmékkel. Én azt érzem, hogy valójában rendes hagyományőrző körökben elég szoktunk politizálni, szóval egyszerűen nem ez szokott a központi téma lenni alapvetően, hanem mindenki azon izgul, hogy milyen cucca van meg, hogy most mit fejlesztett a saját dolgain. De ugyanakkor meg kétségtelen, hogy nyilván van akinek meg ez az egészből ez a fontos, csak nyilván mivel nem velük találkozunk. Úgyhogy hát ez egy kérdés lesz ebben a dologban, hogy merre fog elbillenni a mérleg, én szerintem. Talán annyit tennék az egész dologhoz hozzá, tehát mivel nem voltunk kint magán a rendezvényen, viszont azt láttam, hogy rengeteg kiváló kutató is megjelent, és nagyon komoly színvonalas dolgokat is vittek. Tehát azt lehet nyugodtan mondani, hogy az előadók egy része valóban elér egy olyan szintű tudományos színvonalat, ami nem egyszerűen jó, hanem talán még felett is látható. És mert nem voltam kint ezen a rendezvényen, inkább egy másik rendezvényről beszélnék, minket meghívta Kovásznába 2-3 éve. Van ott a Körösi Csoma napok, és ezen voltunk egy rendezvényen, ami hát problémás, fogalmazzuk meg úgy. Viszont egy nagyon-nagyon kiváló ember szervez, egy fantasztikusan szimpatikus idős úr szervezi, és vele beszélgettünk erről, hogy hát jeleztük fel, hogy itt azért vannak problémák magával a rendezvényen, és ő mondott egy nagyon érdekes szempontot, mégpedig az, hogy ő a kommunizmusba élt nagyon sokat, nagyon sok tiltáson és egyéb dolgon ment keresztül, és ő nagyon nehezen csinálja meg azt, hogy akkor ő ezek után most tiltson el, meg szűrjön bizonyos dolgokat. Tehát az ő szempontjaiból való ez érthető, más szempontból viszont egy kicsit nehéz és problémás. Tehát ebből a szempontból nézve kicsit más. És hogy visszatérve, hogy mikrokódnak erre, én talán nem is a politikai vonalat emelném ki, én azt gondolom, hogy van egy általános ezoterikus érdeklődés. Függetlenül politikától, az a lényeg, hogy különleges legyen, más legyen, menekülni lesen a hétköznapoktól. Ez sajnos részben politikához is kapcsolódott, de egyre inkább azt látom, hogy ennek valójában egy sokkal erősebb ezoterikus gyökere van. Az a lényeg, hogy különleges legyen. Viszont azt is látom, hogy magán az egész szintéren van egy tisztulási folyamat, ami talán el fog jutni egy sokkal jobb állapotba, és talán akkor ennek láthattad a nyomát a kurultájon is, hogy elindult egy folyamat, hogy talán ezektől az ezoterikus, legyünk őszintén, marhaságoktól szép lassan megszabadul az egész helyzet. Nem hiszem, hogy teljesen el fog tűnni, ezek az ezoterikus marhaságok máshol is megvannak. Itt egy kicsit nagyobb teret kaptak, reméljük, hogy jövőben ezek visszaszorulva lesznek. Akkor én most dobnám, egy zeneszünetet tartunk. Folytassuk a török zenével való kalandozásainkat, Balázs? Nem, én igazából most mást gondolnék. Kobzos kis Tamást szeretnék betenni. Mert azt gondolom, hogy ugye egyrészt a régi zene, mint műfaj, az szintén a hagyományőrzésnek egy furcsa formája. A régi zenész ugyanúgy vására viszi a bőrét, mint egy harcos.
ugyanúgy ki kell állni a színpadra, és valamit csinálni kell, ami elfogadható a nézőközönségnek, ugyanakkor ott vannak az ugyanúgy félig értelmezhető gyökerek, mondjuk, mint egy hagyományőrzőnél. És Kobzos Kis Tamás ennek az egyik atyamestere volt Magyarországon, és hát most egy sirató éneket szeretnék tőle, nem sirató, Oroszlán szívű Richárd, nem, egy panaszének, Oroszlán szívű Richárd panaszének a börtönben, ugye ő átgyalogolt Magyarországon is éppen hazafele tartában, amikor aztán Ausztriában sikerült őt elfogni, és akkor szóljon ez a zene. Arról akarok veletek egy kicsit beszélni, legalábbis azt szeretném megkérdezni, hogy igazából ez, hogy amikor kimondjuk, hogy szitja, és pejoratívan gondolunk rá, akkor igazából szerintem minden olyat foglal magába, aki nem ilyen elitista módon közeledik a hagyományőrzés felé, hanem teljesen ez a hétvégi mulatság szintjén. Ezért lenne egy ilyen kérdésem, hogy szerintetek mitől van ilyen sok szitja egyébként a hazánkban? Hogy inkább csak ezzel a részével foglalkoznak, és mégis azt mondják magukra, hogy ők úgymond történelmileg hűlek, vagy ők a történelem szellemében foglalkoznak. Korhűek, igen. Miközben vannak azért ellenfelük is, például akik ténylegesen mondjuk a Magyar Ilyász Szövetség.
akik ténylegesen a tudományos részével foglalkoznak. Hát ez egy nagyon remek kérdés. Én azt gondolom, hogy azért, mert mondjuk szembe az Anzsukorral, vagy a lovagvilággal, ez egy nemzeti identitás szempontjából nagyon fontos kérdés. Tele van szimbólumokkal a honfoglaló hagyományőrzés, vagy egyáltalán a honfoglalókhoz való kapcsolódás. Gondoljunk bele, hogy több magában a reflexi ilyen. Voltunk egy rendezvényen, ahol arról tartottam előadást, hogy miért is fontos nekünk az így, tehát hogy a magyar tudatban ez hogy van. És akkor egy északi srác megkérdezte, hogy jó, de ez hülyeség, amiről beszélek, mert hogy hát neki is van íja, de neki lehet, hogy a baltája az fontosabb, és most az íj az csak egy ilyen izé. És nem tudtam neki elmagyarázni, hogy igen, neki a baltája lehet, hogy fontosabb, de nekünk a fejünkben az íj az, ami a szimbolikus. Tehát, hogy nekünk ez van egy speciális kötődésünk, mert a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, meg stb. Ott vannak ezek a slágvortok, ami azért már jó ideje bekerült tulajdonképpen ebbe a nemzeti toposz rendszerbe, amúgy nem is tévesen, tehát ez teljesen a helyén is van. Vagy, tehát ilyen az így hungarikum is lett. Ilyen a tarsolylemez. Ilyen a rovásírás. Tehát egy kazal olyan dolog van, a sámanizmus, ugye, az meg van spékelve, ez az ezoterikus vonal, amit a Zsolt mondott, hogy akkor ez aztán még vallásos is, meg spirituális is, meg hűha, meg titkos tanításokat is tudok, meg jaj, de jó. Kicsit antikeresztény, tehát ez így ki van találva. Tehát, hogy rengeteg olyan szimbólum rakódott erre a korszakra rá, ami más korszaknál talán nincs meg ilyen élesen, vagy ennyire egyértelműen. Másfelől valójában egy csomó szempontból tök egyszerű honfoglaló hagyományőrzőnek lenni, tehát nem kell hozzá gótikus vért. Lássuk be. Tehát valójában annyi kell, hogy el kell menni az első szittyaboltig, és akkor lehet venni belátható áron íjat, meg nyilvesszőket, meg fantasy tegzet, és akkor onnantól már csak tulajdonképpen egy fürdőköpeny meg egy gumicsizma kérdése a dolog, és már is korhű az ember. Tehát már is megvan, de ezek jelek, tehát ez most nem teljesen viccből mondtam, ezek jelek, pont az, hogy kilépünk a hétköznapi valóságból, átkerülünk egy másikba, és ezzel valamit mi ki akarunk fejezni. Tehát ezek jelzések valójában. És pont ez, hogy pont a jelzések, a jelek szempontjából ez egy nagyon-nagyon erősen felülreprezentált időszak. Tehát szerintem ezért van ennyi honfoglaló. Meg hát azért, mert ugye hát ez a magyarságnak az eleje. A magyarság történetének ez a kezdete. A gyerekektől, amikor előadásokat tartunk diákoknak, akkor azt szoktam kérdezni, szoktam kérdezgetni őket, hogy mégis mit gondolnak erről az egészről. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy arra emlékeznek, amit egy éves korukban csináltak? Nem. De tudják, hogy mikor volt a születésnapjuk? Ugye? A születésnapot azt azért úgy számon tartjuk. Tehát ez egy olyan fontos dolog. De az egész magyar történelemben, egyébként minden nemzet történetében, ez a kezdőpont, amikor belép a nép a történelem színpadára, meg ilyen fontos, meghatározó, a közösség szempontjából meghatározó dolgokat csinál, mint a honfoglás, az nagyon meghatározó tudati tényező. És szerintem ez az, ami ezt a nagyon nagy népszerűséget hozza. Tehát, hogy van egy identitás kérdés az egész mögött, és van egy nagyon-nagyon erősen kitalált szimbólumrendszer a dolog mögött, és erre ráépült egy infrastruktúra, ami ezt kiszolgálja. Tehát valójában viszonylag egyszerű, viszonylag könnyű eljutni oda, hogy most mi jók vagyunk. Tehát, ráadásul van egy gyakorlati oldala, tehát azért, hogyha egy íjjal lő az ember, akkor csak csinált valamit, tehát azért az mégse a videójáték. Tehát ugye az is egy fontos dolog, hogy ott valami erőt ki kell fejteni, de ugye az íjak is úgy vannak kitalálva azért alapvetően, hogy nem erősek, nagyon biztonságosak, és 12 méterről tök jól el lehet vele találni bármit. Tehát, hogy megadja az élményt is. Csak ezt akarom mondani, hogy egy élményfaktort is behoz. Tehát nagyon sok minden össze találkozott ahhoz, hogy egy csomó embernek ez nagyon komoly élményt jelentsen. És egyébként ez szerintem valahol meg tök jó. Tehát, hogyha én belegondolok abba, hogy gyerekkoromban megbolondultam volna, hogyha nekem reflexíjam lehetett volna. Én nekiálltam reflexíjat építeni
a László Gyula bácsi könyve alapján, szépen hajtogattam a famagot, mindent csináltam, anyám még teljesen ki voltak borulva, hogy én most itt inakkal akarok szórakozni, meg minden. Két lövést bírt, aztán eltört. De hogy nem volt, nem is láttunk. Tehát én emlékszem, hogy ezekben a korai időkben valaki egyszerűen íjjal megjelent, és egy ilyen hülye sapka volt a fején, akkor az már honfoglaló volt. Tehát voltak rendes lovagok, meg minden, és akkor aki ilyen furcsa volt, az volt a honfoglaló. És ez egy olimpiai sporti is tökéletesen megfelelt, mert az íj már mint szimbólum behozta ezt az egész feelinget, hogy a honfogás. Az, hogy most már gyakorlatilag bárki bármikor kipróbálhat egy merev szarvú reflexíjat működésében, és megláthatja, hogy milyen, ez egy tök nagy dolog. Tehát ez tényleg 30 évvel ezelőtt abszolút nem így volt. És ez miért is lenne jó élmény egy gyereknek, hogy kipróbál egy ilyet, hogy eljutottunk idáig, hogy tényleg ezrével vannak íjak, és hogy semmi extra nincs abban, hogy kipróbálhasson egy ilyet. Tehát ennek van egy ilyen nagyon pozitív oldala is, én szerintem. Talán annyit tennék hozzá, hogy miért van ilyen sok, nem tudom, hogy mennyi van valójában. Volt egy nagyon jó élményünk, ne nevezzük meg a rendezvényt, mert lehet, hogy beazonosítható lesz az illető, találkoztunk egy úrral, aki az összes leírt paraméternek megfelelt. Valójában én nem hittem, hogy hagyományőrző, mert valójában, mintha az Isten a király forgatásáról lépett volna elő, és ő lett volna Viki Dál Gyula, tehát Bőrcseki, mi volt? Bőrnadrág, Buslincagróri körülötte vastagon, erős párlatszag, kigombolt ing, és valójában csak néhány jelkép voltam, néhány jelkép volt, ami azt mutatta, hogy valami kapcsolata van. Én nem mondtam volna meg, hogy ő hagyományőrző, de ő benne volt a menetben, és ő így gondolta a dolgot. Tehát ez egy széles paletta van ebben a csoportban. Én úgy gondolom, ez egy játék, és amiről a Balázs beszélt, az nagyon fontos, hogy ezek jelképek, amiket valójában kiraknak. Az, hogy azok után ő mennyire akarja eladni, hogy ő valójában megfelel valaminek, én azt gondolom, hogy ennek a társaságnak egy része csak egy játék, ez egy fantázia játék nekik. És igen, van egy része, aki meg úgy gondolja, hogy ő tényleg úgy néz ki, csak hát ő nem szakkönyvekből és nem szakmunkákból dolgozott, hanem az István a királyból építette fel saját magát. Van egy ilyen réteg is, én azt gondolom. Mindig tudomásul kell venni, hogy ahhoz, hogy ez olyan, mint egy piramis, tehát ahhoz, hogy minőséget akarj és komolyan felépítsd magad, ahhoz el kell indulnod, ez egy út. Én azt gondolom, hogy a honfogláskori hagyományőrzés kicsit le van maradva a többi hagyományőrző csoporthoz képest. Azért hallottam legendákat a középkoros hagyományőrzőkről a 90-es évben, hogy ott is nagyon kemény dolgok voltak, csak ők végigmentek ezen az úton, ez a folyamat letisztult. A honfogláskori hagyományőrzők pedig még nem. Valószínűleg több ok miatt sem, egyrészt sokkal több a bizonytalan pont az egészben, ahhoz, hogy felépítsék magukat, nehezebb dolgok is van emiatt, mint mondjuk egy konkrétan egy középkoros vagy egy római koros hagyományőrzőnek. Én úgy gondolom, hogy le vannak maradva, de én továbbra is azt mondom, hogy szerintem elindult egy folyamat, aminek hát meglátjuk majd a végét, hogy mi jön ki belőle, de én azt mondom, hogy ez egy pozitív folyamat. Tegyünk ez még egy dolgot hozzá, ami szerintem az utóbbi éveknek a fejleménye, vagy fejleményei, hogy megjelentek azok a profi csapatok, akire azt lehet mondani, hogy ez így jó. És akit a többiek is látnak, hogy egy profi az így néz ki. Ami a többi hagyományőrző korszak, tehát többi korszaknál ez már régebb óta megvan. A honfoglalóknál ez vagy nagyon késett, hogy igazi jó csapatok kialakuljanak, ami tényleg olyan. És van még egy nagy rákfenéje a honfoglalózásnak, ez a ló. Tehát, hogy ez a gyalogtalpas honfoglaló lovasi jász az valahogy úgy nehéz ügy. Ezen Zsolttal kacaráztunk, hogy hát azért, hogyha valaki felöltözik, hogy magára szereli mindazt, ami egy lovas harcoson így rajta van övön, meg minden, akkor kb. Úgy néz ki, mint egy Donát kacsa, vagy nem tudom, szóval ilyen rendkívül vicces látványt mutat, ahogy klattyog és belebotlik mindenébe. Persze, mert a dolog arról szól, hogy felülsz a lóra, és minden a helyére kerül. És akkor ott tökéletes, de egy alog meg nem. Na most ez egy eléggé nehezen feloldható paradoxon. Tehát ezt azért kevesen tudják meglépni, hogy ezt megcsinálják, de én úgy látom, hogy azért egyre több helyen áll ez össze. Csak fel kéne húzni, tehát látom, hogy van, akinek nagyon ott van a ló. Tehát, hogy van, aki lóirányból jön, rettenetesen jól lovagolnak, meg minden, de a felszerelés, meg a felszerelés használat az katasztrofális. Mert azt gondolja, hogy a lovas tudás elviszi a dolgot. Mert hogy valójában ő azt gondolja, nagyon furcsa, nagyon sok beszélgetés volt, és sok mindent tanultam én ebből, hogy lehet ezt úgy gondolni, hogy a honfoglaló
imázsnak a ló az alapja, és azzal, hogy ő lovagol, azzal ő már tulajdonképpen betette azt a jelet, amitől ő már honfoglaló. És akkor egy picit magára aggat valamit, és akkor az már elég. Én az ellenkező oldalon voltam nagyon sokáig, hogy csináljunk tök jó felszerelést, meg legyen minden ott, tehát a ló az majd, az nem, tehát hogy az túl messze van tőlem. Meg hogy megoldhatatlan, meg stb. Tehát mindig mindent ki lehet találni, hogy miért is nem. És akkor arra meg volt az, hogy na jó, de basszus, hát ez ló nélkül hülyeség. Tehát, hogy, ugye? Tehát hogy mind a két fél meg tudja mondani, hogy miért nem jó a másik, valójában mind a két oldal kell, tehát hogy egyszerűen ezt össze kell hozni. De úgy látom, hogy kezd ez alakulgatni, tehát hogy kezdenek lenni jó kezdeményezések meg. Tényleg olyan csapatok, ahol kijön 2-3-4-5 ember, és az ember azt mondja, hogy na ez olyan. Szóval ez tényleg, mert nyilván a jelenlegi legjobb tudásunk szerint, tehát ez mindig ott van minden mondat mögött, hogy amennyit erről az egészről tudunk, meg gondolunk, ez nyilván fejlődni fog, bár azért azt hiszem, hogy pont így a viseletes könyv kapcsán azt gondolom, hogy azért nagyon sok minden eléggé kerek ebben a történetben szintén, tehát hogy jó, lehet, hogy mellé lövünk, de nem olyan nagyon. Tehát hogy azért ugye a tóligek azok elég jól felvázolhatóak szerintem még így is. És én szerintem kezd egy ilyen honfoglaló elit hagyományőrző réteg kialakulni, és az húzza a többit majd valójában. Tehát nem feltétlenül a mi könyveink, vagy a bármi, hanem az, hogy gyakorlatban látok olyat, ami jó. Kettőt össze kell kombinálni. De ez ugyanaz, amiről eddig is beszéltünk, hogy minden, tehát a feleknek együtt kell dolgozni. Még egy rajongói kérdést tűznék ide. Bálint Csaba kérdezi, ő a Egri Dobó István Múzeumnak munkatársa, egyébként régész. Egy olyan kérdése lenne hozzátok, hogy volt említése méltó összetűzésetek a magyarság múltjáról eltérő nézeteket valló önjelölt tudósokkal, vagy hagyományozó csapatokkal. És ha volt, ez miben nyilvánult meg? Hát összetűzés, hát végül is volt, persze, természetesen van. Hát azt tartanám problémának, hogyha nem lenne valójában. Igen, tehát egyrészt úgy állunk a dologhoz, hogy ez egy kihívás, tehát nem ijedünk meg nem félünk meg, nem megyünk el. Sőt, kifejezetten szeretem a kultúrát, vitát. Szeretem azt, hogyha jó érvet tud valaki felhozni. A probléma az, hogy az érvek egy része, amit a másik oldalon felhoznak, az vagy személyeskedő próbál lenni, vagy olyan tudás hiányára épít, vagyis egész pontosan nem épít, amivel nem tudunk mit kezdeni. Alapvetően sok pozitív élményünk volt különben az ilyen vitákból, egy-két negatív volt. Volt egy szerintem elég jó előadás Dunaszerdáján, ami eléggé jó volt, sokan voltak, tényleg nagyon szimpatikus volt maga a társaság. Viszont volt egy úr, aki hát mondjuk úgy, hogy hülye kérdésekkel kezdett. Először indított azzal, hogy és a magyar kalandozások azok valójában nem kalandozások voltak, csak a Nagy Károly által elrabolt avar kincstárat vitték haza. Egyrészt onnan indult a dolog, hogy nem kérdezett, még az egy dolog, hogy nem kérdez, nem is érvelt, hanem ő kinyilvánított. Tehát ő istenként megmondta a tutit, amivel hát már egy kicsit nehéz vitatkozni, ugye ebben a felállással már alapból nehéz. Utána nagyobbat ugrott, utána már 10 000 éveket ugrált, igazán már 100 000 évet is ugrott, hogy itt voltunk a Kárpát-medencében. Én már vakartam a fejemet, hogy hol tartunk éppen a történelemben, de őt ez nem zavarta. De alapvetően különben nincs gond. Itt például ez a példát azért hoztam fel, itt azért volt gond, mert nagyon hosszasan és kifejezetten agresszíven. Tehát mindig a másik oldalt vádolják azzal, hogy személyeskedik és elképesztően agresszív és elnyomja a másikat, hát mi megszólalni nem tudtunk. És nem azért, mert megijedtünk vagy valami, hanem egyszerűen, mert nem volt 10 másodperc szünet a mondani valóban. Tehát ilyen konfliktusok természetesen vannak. Balázs? Igen, de ez a velejárója a dolognak, ez szerintem semmi probléma nincs. Valójában nekem mindig az a kérdés, és a kollégák nagyon óvtak az elején minket attól, hogy ilyeneket csináljunk, mert hogy úgyis kudarcos az egész, teljes kudarc élmény. Nekem mindig az a kérdés, hogy ott van egy közönség, aki valamilyen, hogy mit tudunk velük kezdeni. Tehát, hogy valójában mennyit tudunk átadni abból, amit mi gondolunk, meg amit mi csinálunk. Legalább addig, hogy kezdjen el gondolkodni.
hogy picit kezdje el másképp esetleg látni a dolgokat. És hát azt gondolom, hogy alapvetően nekünk jók a tapasztalataink. Tehát, hogy igen, mindig van egy-két ember, akivel nem lehet semmit kezdeni, ők hívők valójában. Tehát ott hitrendszerekről van szó, azzal meg nem lehet vitatkozni. De hát ez mindenféle kérdésben így van, tehát hogy szerintem ezzel nincsen probléma. Nem velük beszélgetünk valójában, hanem a többiekkel. Tehát nem azt az 1%-ot kell nézni, akivel nem tudunk semmit kezdeni, hanem a 99-et, akivel meg igen. És szóval azt gondolom, hogy ebből jól lehet kijönni. Nem kell ezt merre szívni. Tehát, hogyha én ezt nem veszem személyes sértésnek, hogy elküldenek a francba, mint nemzetellenes, idegen szívű, nem tudom micsodát, miközben hát ez úgy vidám. De ha én ezt nem szívom merre, és nem kezdek el azon hőzöngeni, hogy de most az én kicsi egóm az hogy van, hanem tudomásul veszem, hogy jó, most neki ennyi, aztán kész, akkor nincs ezzel baj valójában. Ez nem olyan óriási probléma. Sőt, nem egyszerűen nincs ezzel baj. Igazából, hogyha volt olyan előadásunk, amiken nem volt ilyesmi, és ott ültem hazafelé a kocsiba, és fontosan azon gondolkoztam, hogy valamit nem mondtuk el. Valami hiányzik. Valami nem, biztos, hogy valamit elrontottunk, mert valami nagyon komoly hiányérzetem van, vagy nem tudom, otthon ott hagytunk valamit, vagy valami történt, mert valami nem stimmel. Tehát szó szerint arról van szó, hogy valójában igazából kell is az ilyen, mert olyan kérdéseket tesznek fel, és olyan erősen megmutatják a közönségnek azt a kontrasztot, hogy mi a valós tudomány és mi a fantasy. Például ezt Dunaszerben teljesen egyértelműen kiderült, hogy volt az úr, aki habzószájjal mondott mindenfélét, és voltunk mi, és volt a közönség, és én nem az urat figyeltem, mert egy idő után tök lényegtelen volt, hogy mit mond, hanem a közönséget, és azt láttam, hogy először mindenki döbbenten nézett, majd a végén már egy kicsit komédiába fulladt, mert ugráltunk 10 000 éveket, majd végül már 100 000-et, és a legkülönbözőbb dolgok jöttek, és mindenki tudta, hogy ez hülyeség. Egyszerűen hülyeség. És ehhez tegyük még hozzá, hogy valójában én azt gondolom, hogy amikor a közönség kérdez, én valójában ezt a részét szeretem ezeknek az előadásoknak. Mert ott derül ki, hogy az emberek valójában mire kíváncsiak. Tehát, hogy mi az, ami foglalkoztatja őket. Tehát az egy dolog, hogy én nekem mi fontos a tudósként és kutatóként, és mi van az én fejemben, és szerintem mi az, ami roppant fontos. Na jó, de a hallgatóságomat a saját helyzete szerinti dolgok érdeklik, nem az, hogy én mivel foglalkozom. Tehát, hogy nem az én agyam a fontos, meg az én gondolkozásom fontos ebből a szempontból, az övék, és hogy nekem ahhoz kell kapcsolódnom. És ugye, amikor előadást tartok, akkor nem tudom, hogy pontosan mi van szemben velem, akkor én mondom a magamét. De amikor kérdeznek, akkor kiderül, hogy ők mit akarnak. És ez egy nagyon-nagyon hasznos tudás. Szerintem a könyveinkben egy csomó ilyen tapasztalat van benne, hogy annyi ilyen kérdést kaptunk már, vagy nem is ilyet, tehát mindenféle kérdést kaptunk már, amiből kiderül, hogy az embereket mi izgatja, vagy mi nem. Hogy hol vannak azok a csomópontok, amire például nekem reagálnom kell a könyvben, akkor is, hogyha tudományos szempontból azt gondolom, hogy eszembe se jutna, tehát magamtól nem tenném bele, de tudom, hogy kijön a könyv, és azt fogják kérdezni, hogy ez miért nincs ott. És akkor beleteszem, írok róla 1000 karaktert. Azért, hogy igen, ott legyen, és legyen róla valami, mert hogyha az érdekli, találja benne, legfeljebb nem azt a választ találja, amit szeretne, tehát az rendben van. De hogy meg lehet fogni azt, hogy mi körül forog az emberek gondolkozása. Tehát nagyon jók, a hülye kérdések azok nagyon jók tudnak lenni. Egyébként a kérdések jelentős része meg nem hülye kérdés. Tehát azért tényleg viszonylag kevés valamilyen abszolút őrültek háza, van olyan. De azokból is sokat lehet tanulni. Tehát ezek nem tanulság nélküli dolgok. Ezek nem kell ezekre haragudni. Én nagyon hálás vagyok értük általában. Hogyha felmerült egy Dunaszerdahely, eszembe jutott egy történet, amit onnan hallottam, Bíró Szabolcs bíró barátom mondta, hogy mesélt ott egy érdekes dolgot. Nekem ez már így jött vissza, nem tudom, majd te megmondod, mi az igazság, hogy annak idején te úgy mentél el az egyetemre, hogy beszereted volna bizonyítani, hogy a magyar nyelv az nem finnugor eredetű. Az igenis a török eredetű, csak aztán mégse így lett. Milyennek a sztorinak az igazsága? Hát az abszolút így történt. Hát úgy kezdődött az egész történet, hogy mi a gimnáziumban az egyik nagyon jó barátommal eldöntöttük, hogy már pedig mi át fogjuk írni a magyar őstörténetet.
mert nagyon nem tetszett ez a finnugoros dolog. Most már egy utólag tudom, hogy miért nem tetszett. Akkor is tudtam, hogy nekem miért nem tetszik. Nekem azért nem tetszett, mert nézegettem a Finnugor népek művészete című fotóalbumot, talán ismeritek. Egy rendkívül jól fotózott anyag, és nekem tök világos volt, hogy két része van a fotóalbumnak, vannak a finnugor népek, meg a magyar. És ez közük nincs egymáshoz. Tehát nekem annyira különbözött, hogy teljesen elvált, és nekem tök világos volt, hogy az, ami az én szememben a magyarnak a jellemzője, azt én a közép-ázsiai, a szovjet kultúra házából bugázott közép-ázsiai művészeti albumokban találtam meg. A kazak, meg a kirgiz nemezeken, meg a ékszerekben, meg mindenben. Tehát, hogy nekem a szemem azt mondta, hogy nekünk itt valami teljesen más gyökereink vannak. Meg most már azt is tudom, hogy már akkor is dolgozott bennem valamiféle történészvér, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy ez így ahogy fel van építve, ott nagyon nagy lyukak vannak, meg nagyon nagy mondjuk következtetés hálózatok vannak, ami vagy úgy van, vagy nem. Most már tudom tudatosan, akkor még nem tudtam. És igen, én azért kerültem a török szakra, én francia szakon kezdtem az egyetemen. Elég gyorsan rájöttem, hogy én ott nem érzem jól magam. Aztán sikerült megbukni egy szigorlaton, és akkor meg ki kellett hagyni egy évet. És hogy csináljak valamit, egy barátom bosszantására végül is beültem a török órákra. És aztán végül is ott felejtettem magam, úgyhogy nem is kísérleteztem a francia tanszékre való visszajutásra a továbbiakban. És igen, abszolút ott volt az, hogy oké, megnézem a török nyelveket, és majd akkor ki fog derülni, hogy mi a turpisság. És igen, az derült ki, hogy hát sajnos nem. Tehát a magyarból nem tudok török nyelvet csinálni, ha meggebedek akkor sem. De egyébként ennek is rájöttem a pozitívumára. Erre Törökországban jöttem rá, és múltkor volt egy ilyen nagyon jellegzetes eset. Kint voltunk egy hagyományőrző csapattal Isztambulban, és volt egy nagy felvonulás a helyi hagyományőrzőkkel együtt, akik hát körülbelül olyan szinten vannak, mint nálunk a 80-as években, tehát hogy azért így van ott minden. És valahogy az lett a leosztás, hogy hát ők voltak az oszmán kor, úgy körülbelül, és mi voltunk az őstürkök. Ugye mi honfoglaló cuccban voltunk. És akkor mi képviseltük az ő szemükben a türk múltat, a nagy közös türk múltat. És én meg röhögtem magamban, hogy hát dehogy is. Tehát, hogy nekem sokkal jobb úgy, hogy nem egy 32. török nyelvű nép vagyok, hanem egy ilyen nagyon furcsa jószág. Én, lehet, hogy az én személyes beállítódottságom, de az, hogy egy izigvérig sztyeppei nép, aki egyébként finnugor nyelvű, ez egy tök unikum. Tehát, hogy ez egy nagyon unikális dolog. És azért ebben van jó. Tehát, hogy én ezt élvezem valahol, hogy nem a kazakok, meg a kirgizek, meg a karakalpakok után valami következő izé, hanem mi egy tök külön történet vagyunk ebben az egészben. Úgyhogy így jártunk. Én sem fogom bebizonyítani, hogy a magyar nyelv nem finnugor, nem is akarom. De hát a sztyeppei kapcsolatrendszer az meg persze természetesen kinyílt. Tehát az a kulturális kapcsolatrendszer az meg egyértelmű, azt gondolom. Szerintem ezen a folyamaton, amiről a Balázs beszélt, meg amit kérdeztél, sokan átmentek valójában. Tehát én is elmondhatom, hogy középiskolásként átlapozva a különböző régészeti albumokat, Fodor Istvánnak a könyvét például, hát én se hittem el, hogy bármilyen kapcsolata lehet annak a kárpát-medencei kultúrkörnek, amit mi honfogláskornak nevezünk, és az úgynevezett finnugor népekről bemutatott tárgyanyagnak. De ennek nagyon sok egyéb vonzata van. Rengeteg mindenre ki lehetne térni, hogy milyen kapcsolati pontok lehetnek. Én inkább azt mondanám, hogy alapvetően szerintem nem ez a kulcs. Tehát nem maga a finnugor a kulcs, ez egy nyelvészeti kérdés, amiről úgy gondolom, hogy a nyelvészeknek kell nyilatkozni. Én régészként nem fogok tudni nyilatkozni, nem is akarok nyilatkozni erről, nem is tudnék nyilatkozni. Régészetileg én azt látom, hogy a Kárpát-medencébe beérkező, a 9. század végén beérkező csoport egy nagyon erős török anyagi kultúrával jelenik meg. Mind az anyagi kultúrában, mind a halotti szokásokban ezt látjuk. A kapcsolataink egyértelműen keleti irányba mutatnak egy olyan kultúrkörhöz, ami még utána nagyon sokáig létrehozott, mert nagyon sok egyéb kapcsolatunk van. Azonban ez a kapcsolat nagyon úgy néz ki, hogy nem nyelvi. Ezt nem könnyen el lehet fogadni, tehát ezzel nincs semmi probléma, tehát ez semmilyen feloldhatatlan ellentétet nem hoz.
mellesleg pont így a beszélgetés előtt ugye erre szóba is került, hogy korábban ez például nem volt probléma egész a második világháború végéig. Felsmerült, hogy ez ilyen jellegű problémát jelentsen. Ez egy elvészeti kérdés, ezt tudomásul kell venni, ezt el kell választani az összes többitől. És így a végére nagyon erősen szerettünk volna még a zenéről beszélni, de az időből eléggé kifutóban vagyunk. Viszont egy dolog mellett nem tudok elmenni, ez a Hymnus Secundus, amit mi a Signumnak is választottunk. Első körben szerintem nézzük meg Havasi Istvánnak az előző adásunkhoz húzott kommentjét, 2005 adásunkhoz húzott kommentjét. Ádi, lennél Havasi István megszemélyesítése és magyar hangja? Felolvastál nekünk a hozzászólását? Persze, ugye tudjátok, srácok, hogy a Signum, ugye ez csak egy kis részlet, amikor főleg amikor kimondják azt, hogy régi vitézeknek, roppant seregeknek, egyébként majd ezt a Balázs kérdezzük majd még meg. Igen. Szóval azt írta nekünk Havasi István, hogy herigazítást kérek, három nagy smiley kilógó fogakkal. A Hymnus Secundus illetően némiképpen torzult a sztori, nem magnó kazettáról digitalizáltam, csupán ebben a formában hallottam először a remek Musica Historica együttes első balasi albumán. Erősen kitűnt a jellemzően lassú, szerelmes és istenies vers feldolgozásának sorában ez a friss, harcias dal. Kezdő hagyományőrzőként nagyon megérintett a hangulata, csodálkoztam azon, hogy miért nem közkedvelt, közismert a szubkultúrában. És igazából itt még hosszasan leírja azt, de a lényeg, hogy amikor ő csinálta ezt az egész Medieval Total War 2 magyar modot, akkor ő ugye elsősorban töltőképernyőket szerkesztett, plusz még zenei szerkesztő is volt, ezt nagy macska körömbe tette, és ez utóbbi főleg abból állt, hogy ilyen pár másodperces hirtelen kis betétdalokat így bevágott, tudod, amikor lépsz valahova, akkor egy új zene bejön. És lényeg, hogy igazából akkor csapta hozzá többek között, és volt több zene rendelve a győzelmekhez, vereségekhez, csaták különböző szakaszaihoz, egyéb eventekhez, és akkor így hozta be igazából, és akkor aztán fent látta viszont a YouTube-on. Viszont, ami rohadtul érdekes, hogy Sudár Balázs szintén valamennyire tagja volt ennek a zenekarnak. Teljesen tagja volt, és akkor te ott voltál például, amikor ezt játszottátok is többször, vagy léptetek fel vele? Hú, akkor igazából... Igazából arra akartam kérdezni, hogy Sudár Balázsnak sokkal több köze van ez a Signumhoz, és hogy el tudnál nekünk mondani, hogy hogyan és mint volt ez. És igazából a kör az itt be is zárult. Végre teljes képünk van, hogy mi is ez, ami a saját nevünk. De hallgassuk meg Sudár Balázst. Ez egy balasi vers természetszerűleg. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen hatása van a dolgainknak. Igen, tehát akkor most ezt zárjuk rövidre. Játszom a felvételen, benne vagyok. Igen, én is. Valóban. Azóta már nem játszom a Musica Historicába, de azért 20-valahány évet leúztam benne. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog a régi zenében is, hogy mit kezdünk a zenével. Tehát, hogy mit lehet ebből kihozni. Vannak nagyon akadémikus irányzatok, én ezeket roppantul unom általában, tehát ezek ilyen nagyon minden a helyén van, csak valahogy úgy zeneileg, tehát nem érdemes meghallgatni. Igazándiból a Musica Historica az egy olyan zenekar volt, ami elég fiatalon kezdett, tehát azt hiszem, hogy amikor így először fellépegettem én velük, akkor voltam talán 18, a zenekar vezetője 16, Charles Ruben István, tehát hogy azért úgy elég fiatalok voltunk, és abszolút bennünk volt még a teljes mértékben a lendület, tehát hogy azért húzni kell, és persze az ember játssza a különféle szerelmes énekeket is, nyavaigásokat, akármi, azok olyan lassabbak egyebek, tehát hogy ez egy másik világ, és akkor időnként nagyon kellenek ezek a kirobbanások, amikor úgy valami olyan igazi. Tehát olyan jól bele lehet húzni az egészbe, és ugye a zenekar is úgy elszabadult olyankor egy kicsit. Úgyhogy ez a vers, ez egy ilyen valójában. Tehát hogy azt gondolom, hogy Balassi egyrészt nagyon jól ki tudta ezt az életérzést fejezni, hiszen ez az övé volt, ugye megint csak az a kulcs, hogy ezt nem olvasott róla, nem kipróbálta.
Amióta lovagolok, azóta rájöttem, hogy miért kell annyira nagyon várni a tavaszt, szóval... szóval, hogy ezek az élmények benne vannak ezekben a versekben. Nagyon komolyan, és a Balassi egy nagyon jó költő. Nem mindegyik verse szól hozzánk, azt gondolom. Tehát egy csomó olyan verse van, amit már nem értünk úgy, meg nem jön át a tartalma. Ez egy nagyon, nagyon erős vers ilyen szempontból. Nincs elcsépelve igazán, tehát vannak olyan versei, amit rommá játszanak a különböző együttesek, ezt nem szokták túlságosan sokan játszani. Charles Rumen Istvánnak a leleménye volt a zenei rendezés, a hangszerelés egyebek. Úgyhogy azt, hogy ez ilyen, az ő abszolút egyetemen az ő érdeme, mi csak megvalósítottuk, tehát mi csak a kezek voltunk, akik ezt végre tudtuk hajtani. Te mind játszol egyébként a zenekarban? Mind játszottál? Hát én kobzosnak indultam, alapvetően Kobzos Kis Tamáshoz jártam az Óbudai Zeneiskolába, és alapvetően pengetős vagyok azóta is, tehát most már leginkább csak török zenét játszom, de meg hát ilyen közép-ázsiai dolgokat. De a muzikai sztórikában is alapvetően kobzoltam, meg ütöztem, tehát doboltam. Szerintem ebből is dobolok, ha jól emlékszem. Még egy kérdést. Szerintem még mindenképpen egy kérdés. Lassan kifutunk a műsődőből, de nem baj, kicsit tovább húzzuk. Pontosan egyébként a végvári időkből vannak nagyon-nagyon jó kis nóták meg dallamok, amik megragadják az érdeklődéseinket. És ugye nagyjából hát eddig lehet legjobban visszavinni a magyar zenei dolgokat. Előtte való korszakok már sokkal homályosabb, meg nem is igazán tudjuk úgy megfogni, de innen vannak igazán karakteres jó nótaink. És hogy tudnátok-e még esetleg olyat ajánlani, ami a Hymnus Secundushoz, vagy a Militus Congratulációhoz hasonló jó kis pörgős katonás katonének, és esetleg van-e olyan, amit a Hymnus Secundushoz hasonlóan fel is dolgoztatok, és meg tudjuk hallgatni? Persze, hát vannak ilyen nóták, azért azt be kell látni, hogy azért az énektermésnek a jelentős része a 16-17. Században azért nem vitéz ének. Tehát azok ugye nagyon nagy mennyiségben vannak a vallásokhoz kötődő énekek, ilyen akár Zsoltár parafrázisok, akármi. Rengeteg szerelmes vers van, és azért ahhoz képest ez a vitézének ezért ez egy eléggé eldugott műfaj, nincsen túl sok belőle. De azért van egy-két hajdú ének, ami nagyon jó, meg ez meg az. Hát én tudnám javasolni a hét torony hangászokat, akik ugye szintén azért jók, mert ők is hagyományőrzők, tehát ők simán szabját is forgatnak, meg énekelnek is, és én pont azt gondolom, hogy ők a zenei hagyományőrzésben pont azok az emberek, akik ezt a feelinget a legjobban fogják meg, mert tudják, hogy mi az. Mert tapasztalatból tudják, mi az sátor alatt aludni a szalmában, mi az, amikor ez van, az van, amaz van, mi az, amikor csatarendbe kell állni, ami egy ilyen, mondjuk a muzikai sztorikának ez nyilván nem volt meg. Tehát, hogy az egy zenekar ilyen szempontból. A Balaton Imréknek, a Hét Toronyéknak ez meg egy életforma, meg egy életérzés. És ez a plusz jön át rajtuk, úgyhogy én őket tudnám javasolni hallgatási célzattal. Rendben. Hát nagyon szépen köszöntünk. A műsorunknak a végéhez értünk. Szerintem egy nagyon jó kis adás volt. Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, hogy itt voltak. Köszönjük szépen Sudár Balázsnak. Jó estét kívánunk, és mi is köszönjük. Petkes Zsoltnak. Szép estét mindenkinek. Elköszönünk Bányi Ádámtól is. Sziasztok, jó éjszakát! És tavasz. De miért gondoljátok, hogy este fogják ezt hallgatni? Attól, hogy most este van, attól ők lehet, hogy reggel fogják hallgatni, vagy délben munka közben. Szóval, jó estét kíván, szavasz, sziasztok! És én is elköszönök tőletek, én Mesterér János voltam. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és még egy zenei betétem van számotokra, és ismét felkérném Sudár Balást, hogy hozzon nektek valami szépet és jót altatóként. Hát szerintem akkor legyen a Hét Toronytól valami. A Hét Toronytól, mondjuk... Nagyon kis diódisom. Kis diódisom.
Egy militaris kongrációt, jó? Jó lesz! Jó lesz! Jó! Legyen az! Szárbusztok! Jó éjszakát!